Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a lakossági félórát megnyitom. Aki szólni kíván, az kérem, nem zavarom meg itt a beszélgetéseket, azt kérem, hogy a nevét, lakcímét mondja be, és és 5 perc áll rendelkezésre. Tessék parancsolni. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Egy kis visszatekintést szeretnék. Tótné Makács Márta Ceglét, Kenderföld utca 3. Egy kis visszatekintést szeretnék most a múltba, az intézkedések sorozatos megtétele vagy meg nem tétele tárgyában. Elsősorban a Budai út sebességkorlátozására vonatkozóan petíció benyújtása ellenére sem támogatta sem a képviselőtestület, sem a polgármester úr. A közútkezelő legutolsó tájékoztatása szerint önök és köztük egy koncepció kidolgozása van folyamatban. Az igazság kiderítése érdekében a napokban közérdekű adatigénylést nyújtottam be polgármester úrhoz és a Magyar Közút KHT-hoz egyaránt. Egy fényképpel szeretném illusztrálni, hogy vannak még önkormányzatok, akik kiállnak az ott élők alaptörvényben rögzített jogai mellett. A folytatásban a városi csomópontokkal kapcsolatban is kérdésekkel fordultam önhöz. A Déli út, Körösi út kereszteződésben villanyrendőr felszerelésére vonatkozóan. A Déli útra vonatkozó válasz nagyrészt az volt, hogy a nagy politika fogja majd megoldani ezt a problémát. A távol áll a képviselőtestülettől ennek a döntésnek a meghozatala. A város lakói viszont nem kívánnak tovább várni. Ez már több évtizedes probléma, ami megoldásra vár. Önök lettek megbízva azzal, hogy megfelelően képviseljék a város lakók érdekeit. Törteli út, Széchenyi út csomópont és Alszegi út, Széchenyi út csomópont közlekedési anomáliája is megoldására is ugyanazt a választ, vagy hasonló választ kaptunk, majd az elkerülő út megoldja a problémát. Oké, de mikor? Az egyik legfontosabb megoldásra váró kérdés a városban. Eddig tűrte a város, hogy a közút használja a város útjait, elfogyott a türelem, azonnali intézkedést várnak a tekintetben, hogy elsősorban a városi csomópontokra korlátozva a körforgalmak legyenek elsődlegesen megvalósítva, és majd bekötésre kerülnek az elkerülő útba. Kérdés, az STK elkészülte után parkolás lehetősége megoldott lesz-e? Ha igen, milyen formában? Kijutást milyen közlekedési eszközzel kívánja megoldani a város? Kérdést tettem föl az öregszőlő fejlesztésével kapcsolatban. Van-e egy előre megtervezett koncepció, ütemterv, logikailag felépített fontossági sorrend a fokozatos fejlesztésre vonatkozóan, vagy csak hasraütésszerűen döntenek? Erre vonatkozóan választ még nem kaptam. Felszólaltam a gőzdűlő szilárd burkolattal történő megépítése tárgyában, féligasságra épülő választ kaptam. Leginkább arra hivatkozik a polgármester úr, hogy 21 darab magánkézben lévő telek szabályozásba történő bevonása még nem történt meg. De miért? A napokban gőzdülő vonatkozásában is közérdekű adatszolgáltatást kértem az igazság feltárása érdekében. Mind addig, amíg választ nem kapunk a feltett kérdésekre, véleményünk szerint csúsztatásokkal, féligasságokkal kábítják az ott élőket. Rákóczi út, Széchenyi út csomópont esetében Széchenyi úti villanyrendőr szabályozását kértem a tekintetben,
hogy 2-3 másodperc késleltetéssel váltson zöldre, annak érdekében, hogy a balra nagy ívben kanyarodó járművek is biztonságosan tudják befejezni a kanyarodási manővert. Válasz, nem tervezik a villanyrendőr ilyenfajta szabályozását. A részemre kiszabott idő ennyi fért bele. A már felvetett probléma feltárásába és felvetésekre intézkedés vagy nem történt, vagy elutasító magatartást tanúsítottak. Sok esetben még az akarat szikrája sem tükröződik a polgármester úr, vagy akár a testület egyetlen tagja szemében sem. Az az érzésem, hogy kényelmi funkcióra kapcsolt mindenki. A város lakói azért választották meg önöket, hogy a lehetőségekhez képest képviseljék, és ne felületesen elutasítsák minden ehhez irányuló kérésüket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Olyan dolgokat tetszett felvetni, ami már több alkalommal itt szóba került. Akkor kezdjük a városi csomópontokkal. Valóban Délút, Körösi út, ugye korábban szó volt róla, és előrehaladott állapotban vannak a 444-es útnak a korszerűsítése, és ennek a útjába esik tulajdonképpen ez a csomópont. Korábban vizsgálat történt annak érdekében, hogy ott körforgalom kialakítható el. Szakemberek úgy vélték, hogy ott nem lehet, tehát egy közlekedés lámpás kereszteződés fog kialakulni. Reményem szerint a következő cikluson belül, ahogy a 441-es útnak a korszerűsítése megtörténik. Nagyon érdekes a Széchenyi-Törteli alszegi úti csomópont. Ugye információim szerint már hónapok óta kész vannak a kiviteli tervek. Ugye itt komoly tárgyalásokat folytattunk folyamatosan a minisztériummal, és a minisztérium nyitott volt az egyeztetések kapcsán, folyamatosan leküldték a terveket, véleményezhettük. Lényegében a kiviteli tervek készen vannak, a engedélyeztetése várnak, illetve a közeljövőben egy kormányhatározatot várunk, ami tovább engedi az egészet. Gondolom ön is tájékozódott, hogy az elmúlt hónapokban pontosan nem lehet tudni, hogy milyen, de több száz állami beruházást leállítottak. Reményünk van arra vonatkozóan, hogy ez nem tartozik azok közé. Ha és amennyiben a kormányhatározat zöld utat enged a beruházásnak, akkor a év vége felé elkészülnek azok a kiviteli tervek, aminek az alapján majd, hogyha forrást is rendelnek hozzá, akkor elkezdődhet a munka. Ez nem önkormányzati feladat, de engem mióta megválasztottak, nem volt olyan fórum, ami a kórházzal kapcsolatos, vagy azzal a csomóponttal kapcsolatos, ahol ne vetettem volna föl ott ennek a közlekedési problémának a megoldását, sőt, emlékeztetem, hogy az önkormányzat még egy döntés előkészítő tervet is készítettett annak idején ennek érdekében, hogy ezt elősegítse. Az SZTK építésével kapcsolatban ugye az építési szabályzatok azok előírják azt, hogy megfelelő nagyságú ilyen jellegű építmény építése kapcsán meghatározott számú parkolót kell létesíteni, anélkül az építési engedélyt, illetve majd a használatbevételi engedélyt nem kaphatja meg a SZTK. Én információim szerint ez rendben van. Ugye a közlekedés pont a csomópont miatt is érdekes. Itt többen ilyenkor fölvetik, hogy a városi közlekedésnek a kialakítását. Mi elkezdtük már egy úgynevezett energiaközösségnek a kialakítását, aminek az egyik lába tulajdonképpen a DTKH lett volna, hogy a kint a szemét telepen egy gázmotoros erőmű, illetve magában a városban egy naperőműves települjön. Itt a vállalkozásokat, intézményeknek az ezzel kapcsolatos jövőben várható energiaigényét felmértük, ezek rendelkezésre állnak. Azonban közben, mint ön is tudja, a hulladék kezeléssel kapcsolatos jogszabályok megváltoztak, a MOHU lett a
működtető, az átállás még most folyik, nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Ami az öregszülőt illeti, ugye az elmúlt évben két ütemben, azt hiszem talán 6 vagy 8 utcában jóvíz került lefektetésre, most folytatódik az év második felében a harmadik ütem. Elkezdenék terveztetni a csatóra hálózat kialakítását. Ehhez azonban először a Bácsvíznek, mint szakmai háttérnek a véleményét kértük ki, és kérjük ki, hogy ő szerintük milyen ütemben és szakaszolta, milyen formában lehet a csatornahálózatnak a kialakítását megvalósítani, és valóban a Gőzdüllőnek különösképpen a Pesti út felé eső végé kapcsán olyan szabályozási tervek vannak, amelyek bizonyos kisajátításokat igényelnek. Információim szerint egyrészt ez forrást igényel, tehát nem kevés pénzt igényel, információim szerint az év második felében várható külterületi úttal kapcsolatos pályázat kiírása, ami esetlegesen reményeink szerint forrás biztosíthat majd a Gőzdüllő szilárd burkolattal való ellátására. Ennyit tudok az ön felvetésére mondani, és köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Köszönöm szépen, és reméljük, hogy ez hasonlóképpen meg is fog valósulni, nem úgy, mint nagyon sok beruházás. És a lakók még mindig azt szeretnék önöktől, hogy amennyiben az állami beruházások nem úgy olyan ütemben valósulnak, akkor igenis legyenek olyan kedvesek, amennyiben nyilván önök maradnak képviselő testület tagjai, hogy igenis olyan ütemben tárgyaljanak, hogy ez már ne legyen a 10 év, 20 év, meg nem tudom hány év kérdése a megvalósítás. Köszönöm. Csuri Károly, Cegléd, Víz utca 4. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Több rövidebb témát szeretnék fölvetni, ezért arra kérem polgármester urat, szíveskedjen az időkorlát alól fölmenteni. Első témám, kérdésem, a belvárosi piac. Kérdezném, hogy a belvárosi piac mikor volt utoljára felmosva és fertőtlenítve. Ha ez nem történik meg rendszeres időközönként. Egyébként én ezt javasolnám, hogy egy évben legalább háromszor, négyszer fel kellene mosni és fertőtleníteni a belvárosi piacot. Remélem, hogy a testület ezzel a javaslattal egyet fog érteni. Második témám, Cegléd város központjában van két épület, ami nem válik a város díszére. Az egyik a volt tisztiklub, a másik pedig a Körösi út elején álló mentőállomás, a mentőállomásnak a régi épülete, ami, ha bár egyesek azt mondják, hogy hagyjuk így, mert reprezentálja az ország egészségügyét, de hát ki van írva az, hogy omlásveszély. Én úgy gondolom, hogy ezzel a két épülettel valamit nagyon sürgősen kezdeni kell. Az lenne a kérdésem, hogy milyen dolgok vannak a tervekben. Fölvette-e már a város vezetése a mentőszolgálattal a kapcsolatot, hogy mi legyen azzal az épülettel, mert az így nem maradhat. Egyébként az is eszembe jutott, hogy térítésmentesen át kellene venni a mentőszolgálattal ezt az épületet, ha megéri. Ugyer. Rossz helyen van a labda, és rossz felé gurul. Körülbelül két hónappal ezelőtt nekem kellett kihívnom a tűzoltóságot,
ott a 19.-20. dűlő környékén egy kábeltűzhöz. A kábelt égettek, és hát az nem csak füstje volt nekem, hanem lángja is. Információim szerint az elmúlt 10 napban, szűk, illetve bő egy hétben a tűzoltóságnak 3-4 is ki kellett vonulni a 9. dűlő környékére, hát nevezzük néven a dolgot, szándékos gyújtogatás volt. Én úgy gondolom, hogy nem kellene megvárni, még az egész ügyer leég, különösen úgy, hogy a következő hetek, hónapokban sem várható jelentős mértékű eső és csapadék. Következő témám, amelyet nem először szeretnék fölvetni, utoljára a tavalyi októberi közmeghallgatáson vetettem föl, ez a Kőrösi úti gumitelep, amely mint Damoklisz kardja függ a város fölött veszélyességben. Azóta ugye az történt, hogy ott tűzeset is történt. Hát hála Istennek, hogy nem terjedt át a telepre, mert hát terjed a tűz a telepre, azt nagyon nehéz lesz eloltani, és akkor lehet sikálni a salátáról, meg az autók tetejéről a gumikormot, hogyha a levegő erre hozza a füstöt. Levegőszennyezettség mérő, ugyanez a helyzet. Ezekre a felvetéseimre a polgármester úr írásban reagált, mégpedig olyan formában, hogy a gumitelep engedélyeztetése vonatkozásában a kormányhivatalt keressen meg, mert a kormányhivatal az illetékes, a város közismerten piszkos levegője ügyében pedig a járási hivatalt. Szeretném a polgármester urat tájékoztatni, hogy a szükséges helyeken fölvettem a kapcsolatot. Habár nincsenek nagy illúzióim, de megtettem az első lépést. Lehet, hogy nem nekem kellett volna ezt megtennem, hanem a képviselői bőséges díjakkal kistafírungozott valamelyik képviselőnek. Mert tudom, hogy mit mondtak, hogyha egy képviselő, vagy a testület, vagy a város vezetése lépne föl ebben az ügyben, akkor ott nagyobb a súlya, mint egy ilyen vízutcai átlagos állampolgárnak. E tekintetben, e vonatkozásban a Fidesznek van sara és szégyene. Én úgy gondolom. Kérdésem? A kérdésem az, hogy... Hát e vonatkozásban nincs kérdésem. A képviselőtestületnek egyetlen egy tagjának a küszöb értékét, vagy hogy szokták ezt mondani, nem ért el ezek a dolgokra. Én azt remélem, hogy a következő normális összetételű képviselőtestület majd talál pénzt a város ezen gondjainak a megoldására. Köszönöm. Köszönjük szépen. Azzal, hogyha mérünk, azzal még nem mondunk meg gondokat, hogyha tudjuk, hogy milyen mértékű a szennyeződés. Ezt meg is írtam, hogy a intézkedési lehetőségünk nincs bizonyos ügyben, akkor ezzel kapcsolatosan felesleges lépni. Az ügyeri felvetés az közbiztonsági kérdés, az nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A Kőrösi úti gumiteleppel kapcsolatban meg lényegében megadtad a választ, hogy ez sem az önkormányzat hatásköre, nem mi adtuk ki az engedélyt. Különben most, amikor ott a mellette lévő erdőben tűz volt, akkor én ki is mentem, megnéztem, hál' Istennek, nem volt semmiféle ilyen veszély. A belvárosi piac felmosásával kapcsolatban majd írásban adok választ, mert fogalmam sincs, megkérdezem a piacfelügyelőt ezzel kapcsolatban. Ami a tiszti klubot illeti, 2 évvel ezelőtt azt hiszem, nem tudom pontosan, nem emlékszem már pontosan annak a pályázatnak a nevére, talán élhető közösségi terek, amit benyújtottunk, pont a tiszti klub újjáépítése, felújítása kapcsán. A információk arról szóltak, hogy kedvező elbírálásban részesült maga a pályázat, azonban időközben megváltoztak a elbírálási szempontok, és egy teljesen új elbírálás kezdődött el. Ugye az év elején én
pont ezért kerestem föl Navracsics miniszter urat, mert hozzákerült közbe az új megalakult önkormányzati minisztériumnál, és konzultáltam vele erről a kérdésről, illetve írásban is a minisztériumhoz fordultam, hogy mi várható. Azt a választ kaptuk, hogy a közeli jövőben ez az újraértékelés ez meg fog történni, és én nagyon bízom benne, hogy ez kedvező eredményt fog a számunkra hozni, és akkor valóban teljesen egyetértünk, ez a hát sebb helye itt a város középső részének megoldódik. Ami a mentőállomást illeti, mondhatom azt, hogy most már évek óta levelezésben vagyok, legutóbb talán egy hónappal ezelőtt volt levélváltásom a mentő főigazgatójával. Először ő fölajánlották ingyen és bérmentve, hogy vegyük át ezt a épületet. Ugye akkor a várvak illetékeseivel, illetve építészekkel, műszaki szakemberekkel megtekintettük az épületet. Ebben az állapotában semmire nem használható. Egyrészt részben a tető, másrészt a födém teljesen be van szakadva, tehát itt egy dolog van, el kell bontani az egészet. Jellemző módon a Covid előtt már volt egy terv erre vonatkozóan a mentőnél, akkor 7 millió forintért elbontották volna, csak közben jött a Covid és az egész dolog leállt. Most a legutóbbi levelében a főigazgató úr arról tájékoztatott, hogy ismételten egyeztették egy vállalkozóval az elbontást illetően. Ha jól emlékszem, a 12 millió forintnál többe kerül maga az elbontás, és az a jelenlegi álláspontot sajnos most nem áll rendelkezésre forrása a mentőknek, hogy eltakarítsák. Az életveszély elhárítására arra figyelnek, hogy ne legyenek gondok, és valóban ott takarítottak is a környezetben, tehát nem annyira ronda az egész, és ahogy lesz pénzük, el fogják bontani az épületet. Úgyhogy ez a legutolsó információ a mentőkkel kapcsolatban. Gondolom, hogy válaszoltam mindenre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az épület elbontásra kerül. A telek az az önkormányzat tulajdonába megy, vagy pedig a mentőszolgálatú? Marad a mentőszolgálatnak. Tehát arra nézve nincsenek tervek, elképzelések, hogy az elbontás után üres telekre mi fog kerülni. Nem, az a mentőszolgálat, és sőt, ugye korábban még a 90-es években az önkormányzat, a mellette lévő önkormányzati telket átengedte a mentőszolgálatnak, mert még akkor az volt az elképzelés, hogy ott fog kialakulni egy központi ügyelet együtt a mentőszolgálattal. Még akik öröki fiak emlékezhetnek rá, annak idején még Google miniszter úr ugye látogatást tett Cegléden, amikor a CT-t átadta a kórházban, és akkor is szóba került ez az egész, hogy ott építünk egy ügyeleti központot a mentővel együtt, de aztán ez, most nem részletezem, hogy milyen okokból, de kisiklott, úgyhogy a mentőszolgálati a terület. Én köszönöm.